Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyele Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 17 éves kamaszlány halálát okozta a sofőr, 4 év letöltendő fogházbüntetést kér ellene az ügyészség. 3 másodperc alatt 3 gyorshajtót mértek be, a sofőrök valószínűleg versenyeztek. Átadták a felújított tábort, régi vágyuk teljesült a dombóváriaknak. Rotary családi nap 5. alkalommal szervezték meg a régiós találkozót Kölesden. Négy év letöltendő fogházbüntetést indítványozott az ügyészség az ellen a bonyhádi férfi ellen, aki egy 17 éves lány halálát okozta még 2021-ben. A házilag átalakított BMW-t vezető férfi szinte minden szabályt megszegett, mielőtt brutális balesetet okozott. Az ügyben most emeltek vádat. Mécsesek és kőből kirakott emlékmű az út mentén, ahol a baleset történt még 2021-ben. Az akkor 21 éves sofőr egy tuningolt, átalakított BMW-t vezetett, mögötte 3 fiatal lány ült, 15, 17 és 18 évesek voltak. Sikoltozó utasok, körforgalomban driftelő, száguldó kocsi. A társaság tagjai a tragédia előtti percekben készítették ezt a felvételt. Volt olyan szakasz, ahol a megengedett sebesség 3-szorosával haladtak a fiatalok. Az autó nem sokkal később Várdomb és Szekszárd között csúszott meg. Egy kettős úgynevezett S-útkanyarulatban a sebesség a mindegy 110-120 km/h sebessége miatt elveszített uralmát járműve felett, áttért a szemközti forgalmi sávba, onnan letért a vizes és a füves vízevezető árokba, majd onnan kicsapódott egy betonhídnak. A baleset során a gépkocsi bal hátsó ülésében helyet foglaló 17 éves sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, melyek következtében a helyszínén életét vesztette. A kocsi utasai közül többen, köztük a szabálytalanságot szabálytalanságra halmozó sofőr is életveszélyesen megsérült. A 17 éves tinédzserlány halála és a brutális baleset az egész országot megrázta. Az ügyben most emelt vádat a Tolna vármegyei főügyészség. Az akkor 21 éves férfi ellen letöltendő fogházbüntetést indítványoztak. Az ügyészség a büntetlen előéletű, de korábban már több közlekedési szabálysértést is elkövető vádlottal szemben 4 év fogházbüntetés és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását szorgalmazza a szexádi járásbíróságnál. A 17 éves lány halálát okozó felelőtlen fiatal sofőr tehát valószínűleg soha többé nem vezethet, és több év börtön is vár rá, ha a bíró megalapozottnak találja az ügyészi indítványt. Az első pályázati lehetőségek 2023 végén, illetve 2024 elején várhatóak. Az idén minden nehézség ellenére rekordszámú kifizetésre készül az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési programból finanszírozott beruházási projektekhez kapcsolódóan, közölte Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára emlékeztetett, az elmúlt 2 évben 1300 milliárd forint támogatást kaptak a mezőgazdasági beruházások, idén további 350 milliárd támogatás kifizetését tervezi a kormány. A 2021 és 2027-es uniós költségvetési ciklus forrásait Magyarország a vidékfejlesztési program keretében 2021-től soha nem látott mértékű 80%-os nemzeti forrással egészítette ki, és kezdte felhasználni az agráriumban. Ennek köszönhetően a közös agrárpolitika átmeneti éveinek mondott 2021-2022-es években 1500 milliárd forint forráskerettel hirdetett meg új pályázati felhívásokat az Agrárminisztérium, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési programjának tekinthető, írják a közleményben. 3 másodperc alatt 3 gyorshajtót mért be egy Trafipax Tolna vármegyében. A sofőrök valószínűleg versenyeztek. Volt közöttük, aki 180 km/h-val száguldott. Ugyanazon a napon még több mint 40 hasonló eset miatt indított eljárást a rendőrség. Sebességet mértek a rendőrök néhány hete. Ezek a felvételek akkor készültek.
A hatóság munkatársai folyamatosan vadásznak a gyorshajtókra. A szakemberek célja, hogy kiszűrjék a szabálytalankodókat. A nem megfelelően választott sebesség ugyanis rengeteg balesetért felelős. Szombaton közúti közlekedési ellenőrzést tartottak a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztály, Paksi alosztályának a járőrei. Ennek keretében sebesség ellenőrzésre került sor két helyszínen, a 6-os számú főúton, illetve Szedres belterületén. A 24 órás ellenőrzés során összesen 48-al lépték túl a sebességhatárt Tolnavár megye útjain, emellett született egy rekord is. A 6-os számú úton 3 másodpercen belül 3 személygépkocsi haladt el 175, 177, illetve 180 km/órás sebességgel. A képeken is látszik, az ezüst színű autó kétszer annyival ment, mint a megengedett legnagyobb sebesség. A gyorshajtók közül egyébként a leglassabb 90 ezres, míg a másik kettő 130 ezres közigazgatási bírságot kapott. Az egyenruhások továbbra is a szabályok fokozott betartását kérik az autóvezetőktől. A gyerekek a közúti közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb szereplői, ezért a közlekedési nevelést minél korábban, már az óvodáskorban el kell kezdeni, mondta Ág Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium Állami Beruházások Társadalmi Koordinációjáért felelős államtitkára kedden. A Biztonságosan az iskolában elnevezésű rendezvény sorozat részeként a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet nagycsoportos óvodások számára közlekedésbiztonsági programot indít, amelynek részeként 10 000 közlekedésbiztonsági eszközöket is tartalmazó ajándékcsomagot osztanak szét. A június 15-ig tartó roadshow többek között Szekszárdon is folytatódik, hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. Ág Péter elmondta, az utakon a gyermekek a legvédtelenebbek, hiszen nem ismerik még a közlekedési szabályokat. Veszélyérzetük, veszélyfelismerő képességük nem alakult ki, vagy nem megfelelő. Ezért a legkisebbek védelme a legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatok egyike, hangsúlyozta az államtitkár. Júliustól 18%-kal emelkedik az ápolók és az egészségügy nem gyógyító területein dolgozók alapbére, jelentette be Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kedden. A kormány az idei béremelésre 50 milliárd forintot különített el, és az ápolói béremelés közel 84 000, a műszaki területen pedig 24 000 embert érint. Az egészségügyi szolgáltatók erre a célra havonta dolgozónként 57 600 forint béremelésre fordítható támogatási összeget igényelhetnek, tette hozzá. Takács Péter példaként elmondta, hogy egy 4-6 éve dolgozó felsőfokú végzettségű egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 422 550 forintról július 1-jével 498 600 forintra emelkedik. 2010-ben pedig 126 270 forint volt. Egy 19-21 éve dolgozó felsőfokú végzettségű ápoló jelenlegi bruttó alapbére 493 690 forintról 582 550 forintra emelkedik júliustól. Ez 2010-ben 149 150 forint volt, ismertette. Befejeződött a Dombóvár-Gunarasi ifjúsági tábor felújítása. A megújult létesítmény immáron komfortos belső terekkel és új kültéri közösségi térrel is várja a vendégeit. Megújult külsővel és belsővel várja újra a vendégeit a 2018-ban bezárt Dombóvár-Gunarasi ifjúsági tábor. A tatarozás során sor került az 5 faház, valamint az ebédlő komfortosabb átételére, továbbá az udvarban tereprendezési munkákat is végeztek. A képviselőtestület bölcsen döntött tervben, amikor elfogadta a költségvetést, hiszen a Gunarasi táborunk felújítására elköltöttünk 10 millió forintot. Ez a tábor 2018-ban zárta be kapuit, azóta nem lett kinyitva. Nyilván azt gondolom, hogy a 2021-22 nem szorul magyarázat, hiszen a pandémia idején nagyon nehéz lett volna üzemeltetni egy gyerektábort, és óvatlanul azt hittük, hogy most jött el az ideje, és úgy döntöttük, hogy felújítjuk a tábort. A város vezetői abban bíznak, és az előfoglalások is azt mutatják, hogy idén a szezonban teltházzal fog majd működni a telep. Itten egy 15 fős festőtáborral fogunk nyitni. Itt szeretném megköszönni Deák Attila, dombári festőnek, aki ezt összehozta. Nyilván ezt követően a nyári szünet
érkezésével június 15-től augusztus végéig reményem szerint eltázan működünk, hiszen az előfoglalások erre adnak okot és reményt. Annak is külön örülök, hogy sikerült a szemben lévő vállalkozással megegyezünk, és a napi háromszorú érkeztetést egy rövid sétával el tudják érni az ide érkezők. A megújult környezetben egyaránt várják a táborozni vágyó felnőtt és gyerekcsoportok foglalását is. A vízgyűjtő területekre az elmúlt héten lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében több magyarországi folyón is árhullám vonul le a napokban. Az érkező vizet, ahol lehet, a hullámtérbe vezetik, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. Azt írták, az elmúlt napokban a dunai és részben a tiszai vízgyűjtőkön területi átlagban is jelentős mennyiségű csapadék hullott, helyenként 60-80 mm, ami több magyarországi folyón is árhullámot indított el. Az előrejelzések szerint a következő 5-6 napban további jelentős esőzésre már nem kell számítani. A komoly csapadék mennyiség szerda hajnalig lehullott a Duna vízgyűjtőjén. Ismét csökken a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán honlapján. Azt írták, az előző hetekben jellemző stagnálás után a 19. héten ismét enyhén csökkent a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja. A vizsgált települések többségénél továbbra is stagnálás látható. Hozzátették, emelkedő tendencia egyedül Szombathelyen észlelhető. Közölték azt is, hogy a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 5 helyszínen, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Győrben és a budapesti agglomerációs településeken a mérsékelt, még 17 mintavételi helyen az emelkedett tartományba esik. 5. alkalommal szervezték meg a Rotary családi napot Kölesden. A régiós találkozóra az ország különböző pontjairól, de a határon túlról is érkeztek vendégek. A felnőtteket halászléfőző versennyel, a gyerekeket pedig palacsintával és különböző programokkal, illetve kézműves foglalkozással várták. Ismét családi napot szervezett a Szekszárdi Rotary Klub Kölesden. A programot, amelyet korábban Szedresben tartottak, már 5. alkalommal rendezték meg. Idén külföldről, Erdélyből és Szerbiából, emellett a környező településekről, Kaposvárról, Bajáról, Kozár-Mislenyből, Pécsről és még Jászberényből is érkeztek vendégek, mondja Serdán János elnök. Ez a kölesdi helyszín nagyon alkalmas erre a rendezvényre, mert ez a régi megyeháza egy zárt térrel, ha kamera látja, akkor alkalmas arra, hogy ha rossz idő van, akkor is van helyünk, mert a színházterem több helyen el tudunk helyezkedni, bemenni, illetve ez az udvar nagyon kellemes környezetet ad erre a családi rendezvényre, ahova sok gyereket várunk, most is lesz vagy 30-40 gyerek, és hát természetesen a tagok, illetve a különböző rotari barátaink. A felnőtteknek többek között halászléfőző versennyel készültek, a gyerekeket palacsintával és különböző programokkal, például kézműves foglalkozással várták. Sétakocsikázásra lesz lehetőség, motorozásra, van rotaris barátaink, akik motorral jöttek, és itt a gyerekeket viszik motorozni. Délután lesz művészeti bemutató, tehát itt lesznek egy néptánccsoport, a zombai néptánccsoport, aki tart egy bemutatót, illetve hát a tücskök is megjönnek, már rendszeresen fölépnek a Rotaryba. A Szekszárdi Rotary Klub elnöke kiemelte, hogy fontosak számukra az ilyen és ehhez hasonló közösségépítő programok, mivel a Rotary egy olyan nemzetközi szervezet, aminek elsődleges célja a kapcsolatok ápolása és a rászorultak segítése. Regionális híreink következnek. Zárszámadás, sokáig vitáztak a képviselők a 2022-es költségvetésről szóló határozat miatt. Károkat okozott a nagy eső, több alkalommal is vonultak egy nap alatt a baranyai tűzoltók. Nyári ellenőrzések, kitelepülési szabályok, a vállalkozásoknak tartottak előadást a NAV szakemberei. Már az első napirendi pont elfogadása is sokáig elhúzódott a pécsi közgyűlésen. A 2022-es költségvetés zárszámadásáról vitatkoztak a képviselők. Az érvek felsorakoztatása után végül elfogadták a városatyák a tavalyi büdzséről szóló határozatot.
A saját vállát veregető kijelentések helyett a helyzet az, hogy Pécs a csőd felé robog, fogalmazotta a Pécsi Önkormányzat Fideszes frakcióvezetője Csizmadia Péter a 2022-es zárszámadásról szóló keddi vitában. Mint mondta, a baloldali városvezetés újra Pécs eladósításába kezdett, és már meghaladja a 16 milliárdot az adósságállomány, amit 25 éven keresztül minden pécsinek viselnie kell. Kérem a tisztelt városvezetést, hogy az idei évben függessze fel a város további eladósítását, függessze fel a pécsiek jövőjének a felélését. Éppen a mai ülésre is betervezett egyik napirendi pont alapján újabb 230 millió forintot kívánnak Önök újabb hitel lehívás céljából fizetni. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, és ez fenntarthatatlan ez a politika, amit képviselnek. Az EIB hitelt alapvetően megtérülő beruházásokra kell igényelni, de semmiképpen sem olyan célokra, mint egy buszvásárlási áfát fizetni, vagy egy meg nem valósult beruházás után sérelmi díjat adni, mondta. A hírek szerint több 100 millió forintos kifizetetlen számlái vannak a tükebusznak. Ha annyira stabil a büdzsé, akkor miért nem segítik a tükét és a Tettye forrásházat megfelelő? Inkább trükköznek a számokkal, véli a frakcióvezető. Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és én azt gondolom, hogy erről őszintén kellene beszélni, és döntéseket meg kellene már most hozni, nem pedig szintén csak elkenni a problémákat, és egyébként mindig minden alkalommal csak az ellenfélre mutogatni, legyen az egyébként a mondjuk a helyi ellenzék, vagy éppen a kormány. Én azt gondolom, hogy ez így nem működik. Tehát még egyszer mondom, ez így nem fog működni, hogy gyakorlatilag a problémákat megpróbáljuk megkerülni, hitelekből lefinanszírozni azokat a tételeket, amelyeket nem lehet lefinanszírozni, legyen az egy sérelemdíj, vagy akár egy áfafizetési kötelezettség. Ez a szerződés, ez a hitelcsomag, ez nem erre való. A város első embere, Péter Fiatilla erre úgy reagált, hogy szerinte nagyon nem ez a helyzet, bár nem tudta maga elmagyarázni, így a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester vette át a szót. Rúzsa Csaba azt mondta, hogy új hitelszerződést nem kötöttek, fedezet van az elköltött hitelek mögött, mert pluszbevételt termelnek, sőt júniusban újabb béremelésekre is lehet számítani. Nagy károkat okozott a hirtelen lezúduló csapadék Baranyában. A vármegye tűzoltói több alkalommal is vonultak kidőlt fákhoz és elárasztott épülethez, utcaszakaszhoz. A hivatásos lánglovagok és az önkéntes tűzoltók is kivették a részüket a munkálatokból. Hétfőn több alkalommal riasztották a baranyai tűzoltókat az esős időjárás okozta károkhoz, de közúti balesethez is vonultak a vémindiek. Reggel Vásárosdombón a Rákóczi utcában egy pince telt meg vízzel, amelyet a sásdi hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével eltávolítottak. Sumonyon a sellyei hivatásos tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, miután egy vízzel vezető árok megtelt és 7 lakóházat veszélyeztetett. A tűzoltók előbb kitisztították az árkot, aztán kiszivattyúzták belőle a vizet, így megóvták a házakat. Pécsett a Vince utcában hömpölygött az esővíz, szintén az árok eltelítődése miatt 17 házat veszélyeztetett az eső. A pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik biztosították a helyszínt, majd 207 darab homokzsák segítségével megóvták az ingatlanokat. A munkálatokban a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület, valamint a Baranya Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség tagjai is segítkeztek. Este Sásdon az Akácfa utcában okozott gondot a nagy esőzés. Egy családi ház udvarát, illetve garázsát öntött el az esővíz. A sásdi hivatásos tűzoltók civilekkel, illetve az önkormányzat dolgozóival, homokzsákok segítségével elterelték az esővizet, megóvva ezzel a házat, amely így lakható maradt. Mánfán is a csapadék miatt volt gond, a közúti közlekedést veszélyeztette, itt az árad azonban magától levonult, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Hirtelen áradásról egyébként akkor beszélünk, amikor egy gát váratlanul átszakad, vagy hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullik vízzel telített vagy kiszáradt talajra. A csapadék hatalmas mennyiségben az alacsonyabban fekvő területek felé áramlik, így kialakítva a hirtelen áradást. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, ha villámárvíz alakul ki, mindig menjünk magasabb területre, kerüljük az árkokat, patakokat, gépjárművel pedig soha ne keljünk át nagy mennyiségű vízfelületen.
A nyári ellenőrzésekről, a kitelepülés szabályairól hallhattak előadásokat azok a vállalkozók, akik részt vettek a szezonnyitó tájékoztatón. Az eseményt a NAV Baranya vármegyei adó- és vámigazgatósága szervezte a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen. A szakértők ismertették az érintettekkel az idei szabályokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya vármegyei Adó- és Vámigazgatósága második alkalommal tartott szezonnyitó tájékoztatót a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közös szervezésben. A nyári időszakban rendezvényeken résztvevő kitelepülő vendéglátósok tájékozódhattak az aktuális szabályokról, és kérdéseikre is választ kaphattak. Idén második alkalommal rendezzük meg közösen a kamarával ezt a szezonnyitó tájékoztatót. Ezen a tájékoztatón két előadást hallhatnak az érdeklődők. Az egyik a szabályos foglalkoztatással, a nyugtai számlaadással foglalkozik, a másik pedig a jövedéki termékeknek az értékesítésével. Nagyon fontos információk fognak elhangozni, tehát mindenkinek, aki kitelepüléssel, illetve vendéglátással foglalkozik nyári időszakban, nagyon hasznosak lehet. Ezek az információk. Az iparkamara számára fontos az ilyen és hasonló rendezvények szervezése, hiszen a társaság szoros kapcsolatot ápol a vállalkozásokkal, sokszor pedig a cégek vezetői is a kamarához fordulnak segítségért. Úgy gondoljuk, hogy a kamara, mint a helyi gazdasági önkormányzat tartja a kapcsolatot a helyi vállalkozásokkal, így fontos egy jó kapcsolatot kialakítani az összes hivatallal, így a Nemzeti Adó és Vámhivatallal is. Immár másodjára kerül megrendezésre ez a nyári szezonnyitó tájékoztató, ahol az érdekelt vállalkozók első kézből tudhatják meg az elvárásokat a NAV részéről, hogy egy-egy ellenőrzésnél minek kell rendben lennie, mit figyelnek, hogyan csinálják jól ahhoz, hogy elkerüljék azt, hogy hibázzanak, esetlegesen büntetést kapjanak. Több mint 20 pécsi és Pécs környéki vállalkozó a nyári ellenőrzésekről, mint például az online pénztárgép használata, leltár ellenőrzés, forgalomszámlálás, valamint a kitelepüléses pálinka és borértékesítés szabályairól is hallhattak előadásokat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. 17 éves kamaszlány halálát okozta a sofőr, 4 év letöltendő fogházbüntetést kér ellene az ügyészség. 3 másodperc alatt 3 gyorshajtót mértek be, a sofőrök valószínűleg versenyeztek. Átadták a felújított tábort, régi vágyuk teljesült a dombóváriaknak. A Rotary családi nap 5. alkalommal szervezték meg a régiós találkozót Kölesden. Csütörtökön szerte az országban az évszakos átlaghoz képest hideg idő várható. Általában erősen felhős égbolt mellett további gyengébb esőkkel kell számolni. Éjszaka csökken a csapadék hajlam, de a Dunántúl térségében még lehetnek szemerkélések. Országszerte legyengül a légmozgás, párás lesz a levegő, foltokban köd is képződhet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!